aztán Lang. A másik oldalon Szolnoki várta volna a labdát, de nem kapta. Lang inkább előre teszi. Jó a passz, ott van Szújic, jön is az első lövés, és Sebőknek kell nagyot védenie. Rögtön a második percben székesfehérvári helyzet. Itt van a passz, jó a lekészítés, Szújic tol rajta egyet, aztán nagyot lő. Lazovic jól vette észre Fecesint, ő pedig jól tálalt Szújic elé. A videóton szöglete. Száll is befelé a labda, és embert is talál. Ez azonban fölé megy. Jól érkezett ott Juhász, aki reklamálja, hogy egy kicsit megrángatták. Tehát ezért nem jár 11-es. Igen, azért fogták Juhászt, de ő is kapaszkodott. És jön Lazovic. Laposan lövi el, aztán tisztáznak. De még mindig ott van a labda. Lazovic a szélen indul, Négó kapja is. Jöhet a beadás. Négó teszi középre, ott van az ember, Szújic felel is, megint véd Sebők. Nem is Szújic volt az elnézést, hanem Géresi. Hát bekezdett a videóton. Egy jó indítás a bal szélen, középen egyelőre nincs senki, most húz befelé Simon. Meg is szerzi a labdát, de középen megint nincs társ, ez pedig egy lökés. És hiába talál a kapuba a Gyirmóti játékos, a gól érvénytelen. Simon András tolta el magától a Vidi védőjét. És így jogos a kifelé, így van. Vinicius lökte Simon. Lazovic eltekeri a sorfal mellett, de a kapu mellett is. Ebben talán több lehetett volna. Ez egy jó átadás. Aztán visszakapja a labdát, az egyik Gyirmóti, a lövés pedig kijön ugyan Kovácsikról, de nem okoz veszélyt. Itt van az összjáték, ketten is körbevették Csikit, így lőtt, gól nem lett belőle. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a játékrészt is akkora elánnal kezdje a videóton, mint az elsőt, ott ugye nagyon nagy helyzeteik voltak a piros mezeseknek. De hát Sebők mindkétszer résen volt. De úgy tűnik, hogy megint a videóton irányít. Jó is a beadás, sikerült tisztázni, Présinger fejelte ki. És ott van a gól ebben a pillanatban, megszerzi a vezetést a videóton. Egyetlen egy perc telt csak el. Juhász Roland pedig bevágta. Hát nem sokat kellett várni a székesfehérvári gólra. De összességében megérdemelt a vendégvezetés. Itt van a beadás, ezt még Présinger kifejeli, aztán jön Juhász, és kapásból a jobb alsót veszi be. Nagyon szép találat. Nagy lövés, és egy óriási gól! Hát ez elképesztő, talán a forduló legszebb találata. Danko Lazovic, az első gólja Vidi színekben. Kimegy az edzői stábhoz Lazovic, és hát ezért mindenki meg fogja dicsérni. Az 59. percben 2-0-ra vezet a videóton. Itt lódul meg Szújic, középre teszi, Lazovic lekészíti magának, és kipókhálózza a bal felsőt. Gyönyörű találat. Ott van a labda, és ott van az... Újabb videóton gól? Nem, nem volt bent. Az asszisztens ott állt a kapufa mellett, úgyhogy egész biztos, hogy látta. Újabb nagy helyzet. Vinicius csúsztatta meg, aztán ő ismételhet. És végül Lang nem tudta begyötörni. Aztán már a videóton támad. 4-3 ellen, sőt, sokan fellépnek a támadáshoz. Egy távoli lövés. Hát talán illett volna most passzolni. Hiszen ott volt a két szél, Szújic, Géresi, Fecesin is, Lazovic most önző volt. Pedig fel is néz, keresi a társat, mégsem passzol.
Közben ott van még egy helyzet, és ott van a harmadik Vidi gól. Hát ezt szépen kijátszották. Pátkai a gólszerző, de Géresinek is jár a dicséret. Itt van Szújics, átteszi a másik oldalra. Géresi nem tud lőni. Inkább kifelé húz, visszateszi, és Pátkai üresen érkezik. Aztán felvágja a labdát a jobb felsőbe, védhetetlen. Hát más kávéház a két csapat. Ez alapján a találkozó után ezt állapíthatjuk meg. Nagyon jó a kiugratás, Géresi mehet. Egy az egyben a kapussal szemben, és hatalmasat véd Csevők. Aztán megint Géresi, és kivágják előle. És szabadrugás kifelé. Fetesin a képen, ő kapta a labdát, nem is Géresi, nem volt les, és nagyot védett Csebők. A mögé, a vonal mögé kell állni Sejbennek és Géresinek, aztán pedig jöhet kis szabadrúgása. Nem, Völgyi végzi el. Völgyi kanyarít középre, és Kovácsi küti fölé. Itt van még egyszer a Gyirmót első kapura lövése. Be lehet adni a labdát. Sejben kanyarít, és pont elszáll a társ feje fölött, de ott van még az ismétlés lehetősége. Levágódik, aztán pedig ott van a negyedik Vidi gól. Igen, nem volt les. És hát megadják a kegyelemdöfést. Fecesin a gólszerző, megérdemelten. Nagyot harcolt Fecesin, és ennek meglett az eredménye. A Gyirmót pedig megint négyet kap. Itt van Sejben, jól tette középre, pont elszállt Fecesin fölött. Aztán Pátkai lőtt, ebbe belevetődtek. És Lazovics ismétlésénél tényleg nem volt les. Nagyon jól látta a játékvezető, vagy inkább az asszisztens, dicsérjük. Fecesin pedig közelről bevágta. Ebben a pillanatban letelik a hosszabbítás is, és ez azt jelenti, hogy a Videoton könnyed 4-0-ás győzelmet arad a Gyirmót otthonában, és megszerzi első sikerét. A 2016-2017-es szezonban a képen az első gólszerzője Juhász Roland, rajta kívül még Lazovics, Pátkai és Fecesin vették be a gyirmóti kaput, így alakult ki a 4-0-ás végeredmény.